Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit a negyedik évadnak a második videójában. Ugye, mint múlt héten elmondtam nektek a beköszönő videóban, hogy ebben az évadban már nem csak én szeretnék nektek beszélni és okosságokat mondani ezen a csatornán, hanem szeretném, hogyha mellettem olyan számomra teljes mértékben hiteles, példaképként szolgáló szakemberek is megszólalnának, akik akár a vállalkozási építés, akár a pénzügyek, vagy bármilyen más gazdasághoz köthető témában hitelesek, nagyon szép eredményeket tudnak felmutatni, és hát az első ilyen alkalmon ülünk itt, ahol a vendégem nem más lesz, mint Kulcsár Tibor, a Kulcsoknak a ügyvezető, vezérigazgatója és tulajdonosa, aki mögött most már több mint 30 éves vállalkozói múlt van, és hát nagyon-nagyon szép eredmények, mint ugye, hogy ti is láthattátok nemrég, a Kulcsoknak a részvényét nemrég egy magasabb kategóriába sorolták át, és még egy ilyen magasabb a prémium kategória a cél, de hogy minek is köszönhetők ezek a változások, és hogy hogyan érte el Tibor ezeket a sikereket, ezeket ő fogja most nektek elmesélni. Üdvözöllek Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy le tudtunk ülni erre az interjúra. Szervusztok, szervusz. És hát még egyszer gratulálok ezért a sikerekért, amiket elértél. Azért ugye most már több mint 30 éves vállalkozói múlt van mögötted, ugye, hogy jól számolom? Így van, december 21-én voltunk 30 évesek. És azért egy nagyon hosszú út áll mögöttetek, amit azért nem könnyű szerintem így végigvinni, és azért 30 éven keresztül egy vállalkozást, az nagyon-nagyon nehéz és kemény munka árán lehet csak ilyen sikeresen fenntartani. Úgyhogy, ha voltam ezzel kapcsolatban, neked van egy ilyen négyes dolga, amit nagyon-nagyon szeretsz így mindig hangoztatni, hogy az álom, a vágy, a hit és a cél négyese az, ami úgymond ilyen hosszú távú sikeres pályán fent tud tartani egy vállalkozást. De mi volt az első lépcső, ami elindított téged ezen az úton? Igen, hát egy Petőfi verset fogok idézni, a címét, ez úgy szól, hogy Szabadság szerelem. Biztos ismeritek. És igazából engem ez indított el, hogy tudok szabad lenni. Tehát 89-ben indult a Kulcsok, ahol mikor egy alkalmazott voltam, rossz fizetéssel, minden rossz körülménnyel, és én szabad akartam lenni, gazdag akartam lenni, boldog akartam lenni, és azon gondolkodtam, hogy milyennek az útja. Tehát az álom megvolt, a vágytam is rá, hittem is benne, de ugye a cselekvés, a cél mi legyen, és én akkor azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy ezt elérjem, ehhez gazdagnak kell lenni, hogyan lehetek gazdag, úgy, hogy építek egy céget, ami mindenki mástól független, hogy csak az én munkám eredményeképpen tud nekem anyagi javakat biztosítani. Tehát az álom az volt, hogy szabadság szerelem. És ugye ezzel mellékesen megjött mondjuk a pénz is. Így van, így van. Tehát a szabadsághoz és a szerelemhez bárki bármit mond, sok pénz kell. Igen, ugye beszélsz arra a könyvedben, hogy nagyon sokan azt a hibát követik el, hogy alapvetően a pénz miatt szeretnék felépíteni ezt az egészet, holott, hogyha inkább maga ez a vágy, meg a cél motivál minket, és hogy értéket szeretnénk teremteni, akkor emellé ugye megjön maga a pénz is automatikusan. Így van, a pénz csak egy eszköz. Én mindig azt szoktam mondani, a pénz olyan, mint a fekvőtámasz. Igazából semmi értelme nincs, de ahhoz, hogy jól nézzünk ki a strandon, ahhoz fekvőtámaszokat kell nyomni. És ez nagyon izgalmas dolog, és inkább erre vinném el, hogy nagyon sok fiatalnak mondom, hogy csinálj fekvőtámaszokat, minek az, azzal nem lehet semmit elérni. Valóban, de ahhoz, hogy a végső álmod a célt elért, ahhoz fekvőtámasz kell, és hogyha te szabadságot akarsz venni, mert a szabadságot venni kell, azt nem kapjuk, szabadságot akarsz venni, ahhoz pénz kell. Tehát a szabadság a pénzen keresztül jön el hozzá. És mégis viszont megemlíted azt, hogy valamiért, mintha a mostani fiatal generáció, így az Y meg az E generációsok félnének talán a pénztől, és hogy azt hiszem úgy fogalmazott, hogy szégyelnek gazdagok lenni? Igen. Én azt látom, hogy a mai fiatalok, de 40 alatt, és nem tudom ez milyen generáció, 40 alatt szégyelnek gazdagok lenni, és értem én ezt, mert valóban a mi generációban nagyon sok gazdag ember rossz példát mutatott. Tehát valóban rengeteg olyan gazdag ember van az én generációmban, aki nem követendő. Csak lehet, hogy nem a rossz példát kéne magatok elé tenni, hanem a jó példát, mert nagyon sok olyan gazdag ember van az én generációmban, aki viszont nagyon jól kezeli a pénzt, nagyon jól használja a pénzt, és nem akarok neveket mondani se ezen a se azon az oldalon. Tehát igen, a pénz az lehet egy negatív dolog,
és valóban, hogyha azokat a célok, azokat az emberekről beszéltek, akkor igazából elfordultak a pénztől, de a pénzből lehet jó dolgokat is csinálni, és hogyha ezeket a példákat vennétek magatok elé, akkor viszont szeretnétek a pénzt. Teljesen egyetértek veled egyébként. Ugye fogalmazol, van egy ilyen gondolatod a könyvedben, amit egyébként ezen alkalom is ajánlok mindenkinek, mert zseniális, és nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni, hogy beültél egy egyetemi pénzügy órára, ugye, hogy nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt. Újra beültél az iskolapadba. Hát ez most már 15 éve van. Hát azért. És, hogy szembesültél azzal, hogy lehet, hogy azért nem jó az embereknek hozzáállása a pénzhez, mert hogy nem olyan emberek tanítják nekik az egész pénzhez való hozzáállást, akik hitelesek lennének ebből a szempontból. Még nagyon sok az ennek a csatornának alapvetően is az irány van, hogy kicsit úgymond az emberek pénzhez való gondolkodását és az ehhez való hozzáállását megváltoztassuk. De szerinted ez honnan fakadhat, hogy rosszul állunk alapvetően a pénzhez? Hát ez egy nagyon bonyolult dolog, ez lett egy másik videó tartalma, hogy legyen teljes egészében, de ezt megpróbálom röviden összefoglalni. Nyilván a régi rendszerben, és most a kommunizmusra gondolok, ott sok pénzt nem lehetett tisztességes eszközökkel szerezni, tehát aki mégis szerzett, annak el kellett titkolnia. Hiszen egyértelmű volt, hogy akinek volt ott több millió forintja, az nem szerezhette a 2000 forintos havi fizetését. Tehát benne van a magyar emberekben ez, hogy a pénzt titkolni kell, mert biztos, hogy az fekete, vagy nem tisztességes módon szereztük, ez is egyik. A másik, ugye, amit mondtam, hogy attól, hogy valaki szerzett még sok pénzt, és azt rosszul használta föl, beképzett lett, nagyképű lett, az egy rossz példa, de nem ezeket kellene nézni, és igazából mindig ezeket emelik ki. Tehát, hogyha megnézed a Facebookot, és megnézed, hogy a gazdag emberekről hány bejegyzés van, akkor a 95%-a a negatív gazdag emberekről szól, és senki nem emlik ki a pozitív gazdag embereket. Tehát ez a másik dolog, hogy bizony rossz példát mutattunk sok helyen. A harmadik pedig egy ilyen álszentség, ugye, ami ez van, tehát el kell fogadni, hogy a boldogságot keresem, én a nyugalmat keresem, én a nem tudom milyen dolgokat kerestek, de tudomásul kell venni, hogy ezeket a dolgokat pénz nélkül nem fogjátok megtalálni. Mert nagyon jó dolog meditálni az Alpok tetején, de ki tudjuk pontosan számolni, hogy ahhoz, hogy oda kerüljünk, ott együnk, visszajöjjünk, az mint egy 2-300 000 forint. Tehát aki azt mondja, hogy ő tud pénz nélkül meditálni az Alpok tetején, az nagyon érdekel engem, hogy hogy oldja meg. Sehogy nem lehet megoldani, kvázi hazudik. Mikor azt mondja, hogy a meditáláshoz meg a jó életet nem kell pénz, és egyre többen egy ilyen álszent hazugságot adnak a fiataloknak. És ez baj. És ezt szerinted lehet, hogy azért fogékonyak rá ezek a fiatalok, mert hogy nem kapnak, hogy legyen az akár közoktatás, vagy felsőoktatásba olyan alapokat magáról a pénzügyről, a pénznek a kezeléséről, ami által mondjuk ezt könnyebben elhinnék, hogy el is lehet érni tényleg tisztességes úton nagy vagyont? Abszolút erről szól. És ugye pont erről szól ez a példa, hogy sajnos az elmúlt 30 évben a pénzügyeket olyan emberek tanították, akik egy fillért nem kerestek. Tehát nem lehet valaki egyetemi tanár úgy mondjuk a közgázon, hogy egy doboz gyufát még nem adott el. Tehát nem lehet valaki úgy tanár, hogy nem volt vállalkozása. Tehát hogy tanítja a vállalkozókat? És hogyha oké, legyen a multi, tehát vagy legyél vállalkozó, vagy legyél egy multiba igazgató, vagy legyél miniszter, tehát hiteltelenek ezek a tanárok, mert úgy tanítanak benneteket pozíciókra, hogy ők azt a pozíciót még távolról sem látták. Ez ebben teljesen egyetértek. Tankönyvből tanulták ők is, mondjuk ők úgy, mint amiből ők ezt oktatják is. Ugye te nem hittél ezeknek a tankönyveknek, nem hittél ezeknek a tanároknak, elindultál a vállalkozás építésnek az útján, és ugye beszélsz arról a könyvedben, hogy azért az, hogy valaki ezt ilyen hosszú távon tudja csinálni, az kell egy küldetéstudat. Egy hit abban, hogy neked van egy feladatod ebben az életben, amit véghez kell vinned. Szerinted neked mi a feladatod, mi a küldetésed? Igen, ugye ebben már be kell hozni Istent, mert a küldetést Istentől kapjuk. Most nagyon nehéz ateistáknak elmagyarázni, hogy mi az isteni küldetés, de azért megpróbálom. És most az én hitemet mondom, aki elfogadja, elfogadja, aki nem. Nem akarok se haragot, se megbántást. Az én hitem az, hogy Isten mindannyiunkat küldetéssel küld a Földre.
És ezt a küldetést, a legfontosabb feladatunk, hogy ezt a küldetést megértsük. Hogy tudjuk megérteni, hiszen nincs ránk írva, tehát ha születik egy csecsemő, nincs ráírva, hogy te egyetemi tanár leszel, te vállalkozó leszel, te orvos leszel. És pont a fiatalkor arról szól, hogy próbáljuk meg kideríteni, mi a küldetésünk. Tehát vágjuk bele mindenbe. Az én egyik legfontosabb tanácsom az, hogy mindent vállalj el. Mert nem tudod, hogy hol találkozol a küldetéseddel. És azt gondolom, viszont ha megtalálod, ha fordítod, hogy megtaláltad, fordítod, hogy megtaláltad, hogy minden sikerül. Tehát nem lesz ráírva, hogy na Tibor, ez a te küldetésed, hanem azt fogod tapasztalni, hogy különböző dolgokat végzel, és találsz egy olyan tevékenységet, amiben hirtelen sikeres leszel. Ahol hirtelen eltűnnek az akadályok. Na ez a küldetése. És nagyon sokan a küldetésüket nem megtalálni akarják, hanem meghatározni maguknak. És ezek az emberek, akik kijelentik, hogy neki ez a küldetése, és ezek az emberek, akik folyamatosan küzdenek, akik folyamatosan falakba ütköznek, és nem merik bevallani, nem ez a küldetésed. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy találd meg a küldetésed, és a küldetésed, ha megtaláltad, akkor viszont maradj ott. Na akkor effektíven nincs értelme más. Van arra átnyargálni. Így van, így van. És én ezért is nem hiszek a több lábon állásban. Tehát, hogyha valaki megtalálta a küldetését egy tanár, akkor ő ne legyen más. Ha megtalálta, hogy ő szoftveres, akkor ne csináljon éttermet. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy maradjunk a küldetésünkben, mert ha elmegyünk a küldetésbe, megtaláltuk és elmegyünk tőle, akkor újabb pofonokat fogunk adni, és akkor a küldetésünk is fölég. Hiszen, ha belegondolsz, rengeteg olyan embert láttál, aki valamikor nagyon sikeres volt, nagyon ment neki, majd azt gondolt, hogy már mindenhez ért, és pár év alatt csődbe ment. Igaz? Van sok ilyen. Van, rengeteg. Holott, hogyha annál a kattafánál maradt volna, amit elkezdett, akkor lehet, hogy még most is boldog és sikeres vállalkozó lenne. Ugye, ha jól tudom, akkor neked a kulcsszofton kívül egy ilyen úgymond másik lábad van, amin állsz, ugye ez a Kulcsár Akadémia, ahol úgymond, de számomra az úgy jött le, hogy igazából értéket szeretnél teremteni már fiatal vállalkozóknak az életében, és szeretnéd őket segíteni. Mi motivált ennek az akadémiának az elindításában? Igen, de visszatérnék az előző kérdésre, mert nem kérdeztem be. Jaj, bocsánat. Az én küldetésem, mert ugye erről nem mondtam. Igen, jogos rájegyzés. Én azt gondolom, hogy az én küldetésem az, hogy megmutassam az embereknek, hogy a semmiből is lehet sikeres. Az én küldetésem az, hogy megmutassam, hogy nem kell hozzá kapcsolat, nem kell hozzá pénz, nem kell hozzá ismeretség, nem kell hozzá mutyi, nem kell hozzá csalás. Tehát az én küldetésem az, hogy igenis lehet tisztességesen a semmiből vállalkozást létrehozni. Isten azt akarta, hogy higgyétek el, hogy van ilyen. És az én példám az, hiszen hogy a leghosszabb körülmények közül jöttem, nem ismertem senkit, nem volt pénzem. Tehát tényleg, ha figyelembe vesszük, a legrosszabb körülmények közül indultam, és lám sikeres lettem, tehát Isten ezzel azt akarta bebizonyítani, hogy van ilyen. És az én példám az Istennek az, hogy van ilyen. Mi a Kulcsár Akadémia, és akkor térjünk rá erre a kérdésre. Ez nem egy másik küldetés. A Kulcsár Akadémia az, ahol elmagyarázom, hogy mit tanultam. Tehát én ezt szervesen a Kulcsoft útjának a elmagyarázása. Tehát nekem egy és ugyanaz. Uh-huh. Ez nem arról szól, hogy nyitok egy akadémiát, ahol megtanítalak benneteket fodrászkodni, vagy bármit főzni. Uh-huh. Tehát nem olyan akadémia, hogy akkor valami mást is csinálok, hanem ez egy olyan akadémia, ahol el tudom mondani, hogy mit csináltam a Kulcsoftban. Én ez az akadémia, a témái, az jellemzően arról szólnak, hogy hogyan lehet sikeres vállalkozni. Uh-huh. Hát a Kulcsoftban szerzett tapasztalatomat, kvázi egy ilyen output. Aha. Tehát összetartozik a kettő. Aha. Hát kicsit nekem is egy olyan érzésem van, hogy olyan, mintha maga a Kulcsoft lenne a bizonyíték, igen, hogy igen, srácok, ezt meg lehet csinálni, ezt meg is csináltam, fel tudom mutatni, és az akadémia keretein belül pedig az utat és a hogyanokat próbálod átadni. Így van, mert én nem azt a küldetést kaptam, hogy legyek nagyon gazdag, aztán tűnjek el valahol Miami-ba, vagy mit tudom én, és ott költsem el ezt a pénzt. Tehát én úgy kaptam ezt a küldetést, hogy úgy kaptam ezt a sikert, hogy feladatom ezt közszemlére tenni. Feladatom ezt megtanítani. Hogy megtanuljátok, hogy nem, ez egy másik történet, ez már a ti dolgotok, de nekem így van egybe a küldetésem, én úgy gondolom. És ennek a jó értem, akkor szerves része az, hogy adni másoknak. Pontosan, így van. És ugye az elmúlt időszakban nem csak az akadémián keresztül adsz másoknak, hanem ugye
jött a Cool Software TV, egy nagyon nagy új projekt, ugye egy új számlázó program, a BizExpert. Nekem talán az a benyomásom, hogy ez is ez az adni és a társadalmi segítés motivációja volt valamennyire mögötte. Nem. Nem? Nem. A BizExpert az a Cool Software-nak a negyedik generációs terméke, és ez ugyanúgy az üzletnek a része. Nem ez a BizExpert feladata, hanem a BizExpert feladata az, hogy azt megmutassuk, hogy egy rendkívül sikeres piacvezető terméket is le kell cserélni, és egy újabbat, egy jobbat kell piacra dobni. Ugyanis nagyon sokan azt látom, hogy csinálnak egy terméket, mindegy, egy szoftver vagy bármilyen termék, és ezt a terméket próbálják életük végéig használni. De nem fejlődnek. Tehát a BizExpertnek az a feladata, és nem véletlen, hogy ezt az egy terméket még én menedzselem, hogy igen, a kulcsot a abszolút piacvezető sikeres termékei is el tudja engedni, és ki tud tenni egy újabb terméket. Tehát picit Jobsot idézőjelben utánozzuk, ahol neki is ott a lényeg, hogy amikor kitalálta az Apple 2-t, akkor már másnap azon volt, hogy lehetne egy jobb terméket kiadni. És nekünk kvázi a BizExpert, illetve az ehhez kapcsolódó termékcsaládok, az olyan, mint a Apple-ben a Macintosh, vagy az iPhone. Hogy amikor jól ment az iPod, akkor azt mondja, mi az az új termék. Tehát a BizExpertnek ez a lényege. Az, hogy ingyen adjuk, az ne tévessze meg senkit. Nyilván van ebben egy olyan szándék, hogy ha nincs rá pénzed, akkor is át tudja állni. De a BizExpertnek az a lényege, hogy megmutassuk a vállalkozóknak, hogy milyen egy modern számlázó program, akár ingyen. De nyilván ebből majd azt várjuk, hogy akik tovább nőnek, az majd azok átérnek más kulcsot termékre. Tehát igazából nem csak azért adjuk ingyen, mert most vissza akarunk adni valamit, ez is benne van a dologban, de a fő szempont az, hogy megtanítsuk, edukáljuk a vállalkozókat, akik majd később más kulcsot termékeket tudnak venni. De azért ezzel együtt jár a win-win. Tehát nyilván ti is nyertek, meg a felhasználó is. A win-win az mindig ott kell lenni. Tehát a win-win nélkül nincs üzlet. Hosszú távon. Ugye mondtad most az innovációt, illetve hogy változni mindig tudni kell. Ugye nem véletlen ez a híres idézet is, hogy nem az marad fönt, aki a legerősebb vagy a leggyorsabb, hanem az, aki leginkább tud a változásokhoz alkalmazkodni. És ezzel kapcsolatban egy olyan kérdés, ami azért a vállalkozói világszem az elmúlt időszakban nagyon sokat változott. Ugye ahhoz a példához képest, amit te is mondtál, hogy nulláról elkezdeni, teljesen önerőből felépíteni, most már átnyargaltunk talán egy olyan időszakra, amikor sokkal menőbb startupernek lenni. Ugye erről is beszéltél már sokszor, a könyvedben is van róla szó, hogy eszembe viszont megöli valamilyen szinten a vállalkozás építést. Ennek mi lehet az oka szerinted, hogy mégis ez a divatosabb irányvonal jelenleg? Hát mert könnyebb. Tehát le kell szögezni, hogy amióta világ, a vállalkozás arról szól, hogy nyereséget termelik. Ez igaz tényleg a föld teremtése óta. Az, hogy most néhány éve, vagy mondjuk te most már 10 éve, a vállalkozásnak nem az a cél, hogy nyereséget termeljen, ez óriási nagy hiba. Ezt még nem látjátok, mert most annyi pénz van a világban, hogy soha nem fogy el, de egyszer el fog fogyni, egyszer valami fog történni, és ezek a vállalkozók, akik abból élnek, hogy egy fillér hasznot nem termelnek, csak kvázi a befektető pénzét élik fel, ezek, hát hogy mondjam, pofára fognak esni. Tehát nem jöhet olyan világ, ahol egy vállalkozásnak nem az a feladata, hogy pénzt termeljen. Hiszen, hogyha egy kicsit megnézzük, hogy, és ez most nem a mohóság mondatja velem, hanem ha belegondolunk, hogy működik egy társadalom. Úgy működik a társadalom, hogy több csoport van, abból egy csoport a vállalkozó. A vállalkozó nyereséget termel, és ennek a nyerességnek egy részét odaadja az államnak, hogy ebből fizessen óvodát, bölcsödét, rendőrséget, katonasságot, utakat, áramot, és a többi, és a többi. Hogyha kivesszük ezt a részt, hogy a cégek nyereséget termelnek, akkor kivetjük azt a részt is, hogy adót fizetnek, hiszen a veszteségből nincs adó. Tehát magyarul, ha a vállalkozások átállnak arra, hogy nincs nyereség, akkor a társadalom 20-30 év múlva tökre fog menni. Igen, és ebben rengetegen bele se gondolnak. Hát igen, mert csak abban élnek, ugye csak a márnak éltek. Ami nem baj, mert a fiatalnak az a dolga, hogy a márnak éljen, de mikor már valaki vállalkozó lesz, akkor már nem szabad, hogy a márnak éljen. A probléma az, hogy a fiatal vállalkozók csak a márnak élnek, és azon gondolkodnak, hogy most neki mi a jó.
hogy mi lesz neki jó 10 év múlva, ezzel nem foglalkozik. De a vállalkozói lét az már egy magasabb szín, mint hogy valaki fiatal. Én is itt szerintem egyébként abszolút nem szabad a mellett elmenni, amit az interjú elején beszéltünk is, hogy itt egyszer motiváció kell, hogy legyen a pénz, és hogy itt egész a szabadságot ezt meg tudjam valósítani. Viszont szerinted van-e az a szint, amikor már az ember annyira sikeres és annyira tele van pénzzel, mondjuk így, hogy már ez nem elegendő motiváció, hogy még többet keressen, tehát bejöhet egy bármilyen más belső motiváció szerinted a pénz mellett? A vállalkozásokkal? Igen, amikor már végig olyan sikeres vállalkozó vagyok, hogy már annyi pénzem, hogy nem tudok vele mit kezdeni, és mégis szerinted mi az, ami ilyenkor még előrébb tudja vinni ezeket a sikeres embereket? Szerintem nincs más. Nincs. Akkor abba kell hagyni. Tehát ugyanis azt tapasztalom, hogy ha már nem a pénz a vállalkozás motivációja, akkor hirtelen elkezd a cég veszteségessé válni. Tehát amikor már annyi pénzed van, hogy nem számít, hogy nyereséges vagy veszteséges, akkor az objektív döntéseket nem hozod meg. Tehát akkor kvázi 10-szer annyi embered, akkor van klasszikusan, és látjuk a nagy multiknál, akkor van az, hogy egy igazgatónak 20 titkárnője van, a titkárnőnek is titkárnője van, csak bizniszen repülnek, csak Maldivon tartanak osztályvezetői gyűlést. És hát láttuk, ilyen például Nokia. Ugye a Nokia-nak annyi pénze volt, hogy már nem érdekelt a nyereség. 5 éven belül csődbe is ment. Tehát ha egy céget már, vagy a cég tulajdonos nem érdekli a nyereség, akkor az egész biztos, hogy csődbe fog menni a cég. Ilyenkor egy megoldás van, ki kell lépni a tulajdonosnak, és kvázi olyan menedzsereket kell a cég élére vinni, akiket érdekli a pénz, és igazából ők tudják továbbvinni a céget. Értem. Hát azért hál' azért, titeket nem fenyeget ugye az a veszély, hogy csődbe mennétek egy pár éven Igen. belül. Ugye, hogyha a nézők követik ugye a mostani pénzpiaci aktualitásokat, akkor ugye láthatták, hogy nemrég átcsorolták a részvényeiteket a standard kategóriába, amihez ezúton is szeretnék gratulálni. Illetve, hogyha minden jól megy, akkor megcíloztátok a még egyen magasabb a prémium kategóriát is a következő időszakra. Hozott ez valamilyen változást egyébként a Kulcsoknak az életében? Közvetve nem. Tehát igazából az, hogy T-kategóriában voltunk, ez egy technikai dolog volt, a tőzsde rakott oda bennünket. Nem nagyon foglalkoztunk vele, mert nekem az volt a szempont, hogy tőzsdei cég legyünk. Nyilván, mikor már kellemetlen, hogy T-kategóriás részén voltunk, átmentünk a standardbe, és nyilván akarunk tovább menni a prémium, illetve nyilván a bukszkosára a végső cél. Mondjuk úgy, hogy ez egy hosszú távú cél, aminek egyik állomását megléptük. Tibor, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és meg tudtuk csinálni ezt az interjút. Én is rengeteget tanultam ez alatt a durván 20 perc alatt is, és ezzel nagyon bízok benne, hogy akik majd megnézik ezt a videót, ők is rengeteget tudtak tanulni belőle. Amennyiben így gondoljátok, akkor én nagyon kérem, hogy írjátok meg a véleményeteket a kommentek szekcióba a videó alatt, illetve akár a Facebookon is, ugye, ahol ki fog kerülni ez a videó. És hát nagyon-nagyon merem nektek tényleg még egyszer ajánlani Tibornak a könyvét, illetve a tanfolyamait is, mert rengeteget lehet abból a szegmensből tanulni, hogy hogyan legyetek sikeres, vagy még ennél is sikeresebb vállalkozók. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, további szép napot kívánok mindenkinek, és neked is, Tibor, köszönöm még egyszer. Köszönöm. Szia. Sziasztok! Sziasztok!